Jó napot kívánok, Koltai Anna vagyok. A mai közlekedés 21-ben lesz két felgyorsult lassú villamos. Megmutatjuk, hogy merre és mikor utazzon, hogyha zöld hullámban szeretne autózni Budapesten. És lesznek gyerekek is, akik már szüleiket tanítják biztonságosan közlekedni. Nézzük a tartalmat! Lassú-lassú, gyors-gyors. Újra száguldanak a gyors villamosok az 1-es és a 3-as vonalán. Idősebben, veszélyesebben? Kalapos urak és szőkenők okozzák-e a baleseteket? Zöld hullám. Villamosról és autóból, csúcsban és éjjel. A gyors haladás segítői és gátjai. Erdélyi utazás, a legendás székelygőzös nyomában jártunk. Gyerekek a biztonságról. Közlekedés biztonságra nevelés gyerekeknek és gyerekeken keresztül. Vége a lezárásoknak a pesti oldalon. Az 1-es villamos legrégebbi, 80-as években épült szakaszát novemberben adják át, a 3-as pedig addigra teljesen elkészül. Budapest sugár irányú közlekedését a metrók, körgyűrűs közlekedését a villamosok biztosítják. A körúti, a 4-es, 6-os már új, az 1-es és a legkülső gyűrűn közlekedő 3-as pedig megújult. Az egykor, a 80-as években még gyors villamosnak épült járatok nagyon elhasználódtak, és a végén helyenként csak 10-zel döcögtek. Ha azt nézzük, hogy egy átlag gyalogos a járdám egy körülbelül 4-6 km/órás sebességgel, és mondjuk egy biciklis meg közlekedik 10-15-tel, akkor némely esetben egy biciklis le tudta hagyni ezt a villamost. Annyira rossz állapotban voltak a pályák és a járművek, és nagyon hangosan közlekedtek, és gyakorlatilag nem, hogy gyorsforgalmi villamosként nem tudott működni, de normális működés is képtelen volt már a végén teljesíteni. A lassú villamosok tehát újra felgyorsulhatnak. A 3-as eddig elkészült szakaszán már mérhető is a változás. Az Ecseri úti metroállomás és az Örsvezértéri metroállomás között, ahol a teljes pályaszerkezetet megújítottuk, az eddigi 23 perces menetidő 15 percre csökkentettük, de több mint 30%-kal csökkent a menetidő. A 3-as felújítására eddig elköltött 6 milliárd nem csak a villamos, de a kapcsolódó buszjáratok életét is megkönnyíti. Azok a buszok, amik az Újhegyi lakótelepre, az Örsvezérterére mennek, eddig megkerülték a teljes éles sarok csomópontot, egy óriás kerülőt tettek és álltak a dugóban. Ennek most vége van. A villamosvágányokat úgy szélesítettük meg, és olyan megerősített burkolattal láttuk el, hogy a 85-ös buszok a villamosvágányokra tudnak már megérkezni a Harmat utca felől, a villamosra a közös megállóban állnak meg az éles saroknál, és a villamospályán tudják az éles sarkot keresztezni, így a 85-ös buszok is 3-4 perc menetidő csökkenést tudtunk elérni ezeknek a vonalán is. A füves pálya újdonság, viszont a jót könnyű lesz megszokni. Nagyon sokan azt mondták, hogy ezt Magyarországon úgyse lehet megcsinálni, úgyse lesz, aki karbantartja, úgyis meg fog halni a fű, úgyse lesz, aki locsolja, és így tovább. Az összes ilyen típusú kifogást meghallgattuk. Ezekkel meg tudtunk küzdeni, és Budapesten először létesült Óbudán az 1-es villamos felújított szakaszán, másodszorra most a 3-as villamos felújított szakaszán füvesvágány, és Újbudán végig az 1-es villamos füvesvágánnyal fogjuk kiépíteni az új szakaszon. Tehát elég sok ilyen több kilométernyi létesül most. Nyilván ez egy kihívás, kihívás a BKV-nak, mint üzemeltetőnek, kihívás a Főkertnek, akit megbíztunk a zöld fölött karbantartásával. Ezt nyilván locsolni kell, bár azért olyan nagyon sok vizet nem locsolunk el, hiszen egy szivárgó locsolórendszert telepítettünk. Ezzel együtt nyilván ez karbantartással jár, mi úgy gondoljuk, hogy ez bőven visszahozza a hasznát, és nem csak az esztétikai ágon, hanem a zaj és porszennyezés csökkenése nyomán is. Ha a kedves lakosok visszaemlékeznek, hogy mondjuk az 1-es villamoson milyen volt beszélgetés folytatni egy pár évvel ezelőtt, akkor pontosan tudják, hogy egymás szavát is elég lehetett hallani. Ez is most jelentősen meg fog változni. Az 1-es és 3-as peronjait megemelték. Az ok egyszerű. Új, alacsony padlós villamosok járnak majd itt. Egyébként 2015 és 2017 között Budapesten 47 vadonatúj spanyol szállító által gyártott villamos érkezik, amelyeknek a nagy részét a budai fonódó egyes ágaira és itt az 1-es, 3-as egyes viszonylata is ki fogunk helyezni. Ezekkel egyébként majd megdöntjük saját világrekordunkat is, hiszen az 1-es és a 3-as villamosok egy-egy szerelvénye a kombinóknál is hosszabb lesz. Ráadásul egy részüket itthon szerelik majd össze. A 3-as vonal felújítása novemberre be is fejeződik. Az 1-essel is elmehetünk ugyanebben a hónapban a Puskás Ferenc stadionig, sőt, januárban már az új Rákóczi hídon átvezető szakaszon is utazhatunk. A Hengermalom utcánál a végállomás ideiglenes lesz. Egyébként a Fehérvári út és a Kelenföldi végállomás közötti szintén új 1-es villamos pálya meghosszabbítását már, és annak a tervezését már megkezdtük. És amennyiben forrással lehetőséggel és leifoltó forrást tudunk igénybe venni, abban a pillanatban
kezdjük az egyes villamos téli meghosszabbítását is. A végső cél, hogy az egyes egészen a kelenföldi pályaudvarig vigye az utasokat, ahol majd átszállhatnak a vasútra, a 4-es metróra, vagy éppen a budai fonódó villamos hálózat járataira is. Idén többen autóznak, mint tavaly. Viszont mások ülnek a volán mögött. Egyre több a friss jogosítványos és az idős sofőr. A statisztikákban pedig egyre több a nyugdíjas baleset. Magyarországon a háztartások 42%-ában van autó. Ez nem változik évek óta, de egyre kevesebb az a család, amely megengedheti magának, hogy ne egy, hanem két kocsit tartson. És átalakul azok köre is, akik a kocsikat vezetik. Azt látjuk, hogy akik újból beültek elsősorban az autóba, azok a budapestiek, érdekes módon a 60 év felettiek és a fiatalok, tehát akik frissen szereztek jogosítványt. Itt akár 50-60%-os növekedés is van a 2008-as adatokhoz képest. Változik a világ, de a várakozásaink nem tartanak vele lépést. Még mindig a szőkenő vezet keresőszóra kapjuk a legtöbb vicces videó találatot a neten. Pedig ma már nem a nők okozzák a balesetek legtöbbjét, sőt... Az elmondható, hogy évről évre a férfiak jóval több balesetet okoznak, mint a hölgyek. Egy ilyen 3-4-szeres mennyiségűt. Egyre több az utakon az ifjú titán és a kalapos úrvezető, és a baleseti statisztikákban is megmutatkozik a jelenlétük. Már vannak tipikusan nyugdíjas balesetek. Egyik legjellemzőbb dolog az, amikor a forgalommal szemközti irányba történő felhaladás, és kivétel nélkül mind idősjárű vezető volt, aki eltévedt, nem figyelt oda. A szakemberek szerint az ilyen típusú balesetek elkerülhetők lennének, ha a nyugdíjasra a környezete odafigyel. Én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy az orvosi érvényességgel rendelkezik a vezetői engedélye. Attól függetlenül a családtagok, ha úgy látják, hogy már nem magabiztos a nagypapa, nagymama, beszéljék le és ne vezessen. Az életkorral még a biztosítók is számolnak, mikor a kötelezőt kalkulálják. De képzeljék, nem csak az időskor lehet hátrány. Látunk olyan példákat, amikor valakinek a motorra a kötelező biztosítása 400 ezer forint fölött is volt. Egy 1000 köbcenti sportmotor volt, egy fiatal hölgy vásárolta, 2 hónapos volt a jogosítványa, és a biztosító így szerette volna inkább elutasítani, ugye nem mondhatott nemet az ügyfélnek, de szeretett volna egy olyan díjat mondani, amiért inkább az ügyfél köszöni szépen, nem őt választja. Tehát ilyen módon szűrik azért az embereket. Ugye a régi klisék, a kalapos öreg úr és a fiatal nő a volánnál veszélyesek. De tényleg azok? És melyik a veszélyesebb? Vagy egyik veszélyesebb, mint a másik? Az életkor előre haladtával a reakcióidőnk, az agyi működések azért lelassulnak. Nehezebben döntünk, hosszabb idő kell arra, hogy bizonyos dolgokat fölfogjunk, és utána meghozzuk a döntést, és utána reagáljunk. Viszont jóval nagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek az idősek. Ellentétben a fiatalokkal, akik még nem rendelkeznek ilyen jellegű tapasztalatokkal, vagy olyan múlttal a közlekedésben, ami arra inspirálná őket, hogy nyugodtabban támaszkodjanak a tapasztalataikra, ők viszont sokkal rövidebb idő alatt tudnak dönteni. És természetesen vannak kifejezetten típusos ifjú titán balesetek is. Ami mindenki átesik megítélésem szerint, aki vezető engedély szerez, hogy az első időszakban ő azt érzi, hogy ő már kiválóan tud, és akkor gyerünk, adjunk bele mindent, és akkor tűzön vizen át a gépkocsival nagy sebességgel, ez azért meg is látszik a baleseti adatokban. Míg átlagosan minden 5. baleset oka a gyorshajtás, a friss jogosítványosok körében ez az arány 70%. Ma évente átlagosan 13 ezer kilométert autózunk mi magyarok. És egyre többet vezetnek a fiatalok és a 60 év felettiek. A statisztikákban speciálisan problémás csoportok. Rájuk kell tehát vigyázni, és nekik kell vigyázniuk. Magukra és egymásra az utakon. Mit tegyünk, hogy elkerüljük a dugókat? Keressük a zöld hullámot. Hogy hol és hogyan? Közlekedés szervezéssel foglalkozó szakemberektől kértünk tanácsot. Íme. Zöld hullám. A városi sofőrök álma az egész világon. Ezt a videót több százezren nézték meg az interneten, sőt még a bulvárlapok is megírták. Tim Burke átszelte Manhattant.
55 zöldön ment át Zsinórban idén tavasszal. És ez már egy budapesti zöld hullám. Mondhatjuk persze, hogy hajnali 3-kor mindenki jól halad. De higgyék el, nem csak éjjel közlekedhető jól Budapest. Tessék, zöld hullám a Nagykörúton hétköznap délelőtt, egy kombinó vezetőfülkéjéből. A Nagykörút lámpáit elsősorban a villamosokhoz igazították. Így törvényszerű, hogy autóval itt csúcsidőben nehezebb közlekedni. Azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon nehéz megoldani itt járműveknek is a kétirányú folyamatos jó hangulást, hiszen a Nagykörúti vonalon összesen 43 darab jelzőlámpa van. Tehát rendkívül nagy számú jelzőlámpáról beszélünk. Budapest lámpái átlagosan másfél percenként váltanak zöldre, kivéve a Nagykörutat, ahol csúcsidőben a villamosok zökkenőmentes közlekedését az egyperces periódus idővel biztosítják. De a villamos is csak akkor tudja kihasználni a zöld hullámot, ha betartja a szigorú menetrendet. Ebből előfordulhat az, hogy az utasok már felszálltak, a villamos egy-két másodperc múlva indulnia kell. Ilyenkor a villamos nem fogja már kinyitni az ajtót egy utas miatt, hiszen hogyha fölengedi ezt az egy utast, akkor elbukja a jelzőlámpa fázist, és gyakorlatilag borul az egész menetrendje, nem csak neki, hanem kedvezőtlen esetben az őt követő villamosoknak is. A csúcsidőkben alkalmazott egyperces periódus a villamosoknak kedvez. A körúti villamos így olyan folyamatosan tud haladni, mint egy metró. És az utasszámot, valamint a járatsűrűséget tekintve tulajdonképpen az is. Egy felszíni metró. Ha csúcsban körúti zöld hullámra vágyunk, szálljunk át a kombinóra. Autóval máshol kell keresnünk a zöldet a reggeli és délutáni csúcsban. Ülői úton végig lehet menni. Abból az irányból, errefelé a Bajcsi-Zsilinszkin. Ezen kívül még a Váci úton és a Szentendrein is zöld hullámban haladhatunk, de biztosan megfigyelték már, hogy vannak lámpák, amelyeket mintha éppen a zöld hullám megakasztására állítottak volna be. És bizony, voltak is ilyenek egészen a közelmúltig. Létjogosultságukat igazoló elmélet szerint, ha nehezített a belvárosba jutás, azzal meg lehet akadályozni a belvárosi dugók kialakulását. A nyugati téri felüljárótól a Bajcsi-Zsilinszky út felé eső jelzőlámpa, az meglehetősen hosszan mutat pirosat a Váci út felől kívülről érkező járműveknek, pontosan azért, hogy megnehezítse a belvárosba való bejutást. Hogy itt aztán zöld hullámot célszerű-e alkalmazni, én azt gondolom, hogy nem csak itt, máshol is, ahol lehet célszerű a zöld hullámot alkalmazni, hiszen ezzel jelentősen tudjuk csökkenteni a légszennyezést és a zajterhelést, illetőleg hát a gépjárművek eljutási ideje is csökken. Ezeket a zöld hullám törő lámpákat mára már áthangolták. A cél az akadálymentes és gyors közlekedés, amennyire csak lehetséges. De vannak zöld hullámmal megoldhatatlan problémás csomópontok is. Képzeljünk el Budapesten olyan csomópontokat, mint a Bach csomópont, vagy pedig a Széll Kálmán tér például. Ugye oda számos nagyforgalmú út torkolik be, és ezeknek a nagyforgalmú utaknak a forgalma összegződik, és egy szűk keresztmetszeten akar átmenni. Na most nem tud átmenni értelemszerűen. Ennek a szűk keresztmetszetnek van egy olyan pontja, ahol a kapacitás az korlátozott és meghatározó. Na most hiába engedünk rá zöld hullámot, hogyha már kimerült ennek a pontnak a kapacitása, akkor egyszerűen nem tudunk több forgalmat átpasszírozni rajta. Új csomópontok tervezésénél a szakemberek ma már ilyen szimulációkat használnak. Ez itt például a tervezett Fonyódi kikötő és a hozzávezető közút animációja. Amint látjuk, éppen a vonat áthalad egy lezárt sorompó mellett, és elindulhatnak a járművek. Egyik elment ugye északra a Komp felé, a másik pedig Fonyód belső út hálózatára. Lehet látni, ahogyan torlódnak a járművek. Ilyenkor érdemes még az építés előtt elgondolkozni, nem érdemes-e mondjuk felszíni kereszteződés helyett például vasúti aluljárót építeni. De ami már megépült, azzal is lehet mit kezdeni. Ha egy utat már nem lehet például tovább szélesíteni, lehet a sávokat váltott irányban használni. Vannak erre nagyon szép megoldások külföldön, még Magyarországon csak elméletben léteznek ilyenek. Például Barcelonában van ilyen a diagonál sugárút, gyönyörű, mindenkinek ajánlom, hogyha alkalma van, nézze meg. A 10 sávot rendkívül rugalmasan használják.
Nézzék, a sávok feletti kivetítők mutatják, hogy az adott sáv épp melyik irányból járható. Így elkerülhető a dugó, legalábbis Barcelonában. Székelyföld fővárosát, Székely udvar helyett és magyar lakta vidékeit köti össze a legendás Székely gőzös. Nézzék meg, merre jár! Francia gyártmányú X4500-as motorvonat áll a székelyudvarhelyi vasútállomáson. A tankolás befejeződött, hamarosan kezdődik a helyiek által székelygőzösnek nevezett szerelvény menetrend szerinti útja. A székelyudvarhely híjasfalva közti szárnyvonalat 2006 óta egy magáncég bérli. A város első fényképészetének udvarán kiállított fotográfia 126 évvel ezelőtt, 1888. március 15-én készült. Az első gőzös ekkor gördült be Székelyudvarhelyre. Gidó Csaba, a székelyföldi vasúttörténet kutatója meghatározó történelmi eseménynek tartja az udvarhelyszéki vasútépítést. Közel egy évtizeden keresztül a gyergyói, a csíki, sőt részben a háromszéki térségnek is a végállomása az Székelyudvarhely. A székelyföldi ember számára a vasút megjelenése a tér és időbeli távolságok lecsökkentését eredményezte elsősorban, másodszorban az információ cserének a felgyorsulását, lehetővé vált a székelyföldi termékeknek a könnyebb megjelenése a Kárpát-medencei piacokon. A Kárpát-medencei hálózatba Székelyföld kapcsolódott be legutoljára. A Héjasfalva Székelyudvarhely közti szárnyvonalat helyi érdekeltségű vasúttársaság építette. A térség két akkori országgyűlési képviselője, Daniel Gábor és Ugron Gábor szorgalmazta leginkább a munkálatokat. A székelyudvarhelyi állomás várótermében egy kisebb kiállítás őrzi a székelygőzös múltját. A vasútnak egy civilizációs terepe is van. Azáltal, hogy a korabeli vasúti utazást illemtankönyvek is megpróbálják szabályozni, azáltal is, hogy Székelyföldön megjelennek úgymond a vasúti restik, vasúti vendéglők, ahol olyan gasztronómiai termékek jelennek meg, amelyek teljes mértékben ismeretlenek a székelyföldi ember számára. A fényképek a 100 évvel ezelőtt kitört első világháborúra is emlékeztetnek. Ezen a környékbeli templomokból begyűjtött harangok utolsó útja látható. Az impériumváltás után a román királyság államosította a székelygőzöst. Az azt megálmodó és működtető részvénytársaság tagjait csak másfél évtized múlva kárpótolták, akkor is csak részlegesen. A második bécsi döntés után Székelyföld ismét a magyar királyság részévé vált. Az ideiglenes határ akkor ketté vágta a székelygőzös útját. Négy éven át csak Székelykeresztúr és Udvarhely között volt vasúti közlekedés. A 20. században több alkalommal tervezték Csíkszereda irányába tovább építeni a szárnyvonalat, sikertelenül. A rendszerváltás után a jelenlegi szakasz megszüntetése is szóba került, akkor vett át egy magáncég az addig veszteséges vonalat. Azóta átlagosan napi 500 utast szállít a motorvonat. Ossán Alexandru 36 éve mozdonyvezető, ő még gőz által hajtott szerelvényeket is vezetett. Most egy hatékonysági próbán ismét ellenőrzöm, jól működik-e a fék, csökken-e a sebesség. Úgy tűnik, minden rendben van. Itt pedig egy olyan átkelő következik, ahol nincs személyzet. Meg kell állnunk. Ha jegyellenőr az átkelőhöz megy, lezárja a sorompót, majd jelez nekünk. Ahogy áthaladunk, felemeli a sorompót és visszaül a vonatba. Ezt a furcsának tűnő forgalomirányítási módszert még az államvasút korszakából örökölte a székelygőzös. A Segesvár-Székelyudvarhely közötti 47 kilométeres távot egyébként 1 óra 20 perc alatt teszi meg a motorvonat, 13 településen áll meg. Tehát amikor építették ezelőtt 126 évvel, akkor úgy csinálták a vonalat, hogy rengeteg a kanyar. És ezek a kanyarok miatt van, hogy 60-osnál többen nem tud járni. Például, hogyha kilép a fővágányra, ott már megy 100-asra. Tehát Héjasfalától Segesvárig ott már 100-asra.
A Caravelle becenevű motorvonattal nem csak udvarhelyszéken lehet találkozni, a magánvasút társaság Romániában több mint 40 vonalon szállít utasokat. És a végére egy jó hír. Javulnak a baleseti statisztikák Magyarországon. Két évvel ezelőtt mi voltunk a legbiztonságosabb ország az Unióban, de tavaly sem volt rossz évünk. Gyerekeknek és szüleiknek rendeztek közlekedésbiztonsági napot Zánkán. Biciklizz ügyesen és közlekedj okosan. A gyerekeknek mindkettőt jól kellett csinálniuk, ha teljesíteni akarták a feladatot a zánkai kikötő rögtönzött szlalompályáján és Kressz parkjában. A feladat nehéz, a jelentkező mégis sok volt. Tesztlapot is kitölthetett, aki mindent tudni akart a biciklizésről, akár kétszer is. Azt mondtad, hogy te vagy a legjobb. Miért? Hát, mert a tanárok megkértek szépen, hogy töltsünk ki ketten a barátommal 5 tesztet, és én kitöltöttem 3-at, ő meg 2-t, és így is hibátlan lett. És mik voltak ebbe a tesztben? Táblák, meg hogy például volt egy tábla, a behajtani tilos, és alatta volt egy biciklis tábla, hogy oda meg vissza nyíllal, és ott azt kellett megmondani, hogy mit jelent. Honnan tudtad ezeket a válaszokat? Hát, hogy már ugye egyszer kitöltöttem. A pesti kislány biciklit rajzol, és tudja is, mi az, ami elengedhetetlen a biztonságos biciklizéshez. Bukós is kell rajtunk lenni, meg ilyen a biciklin lámpa, elől is, meg hátul is. És autóban mire kell figyelni? Hogy utaznak a gyerekek? Hogy be kell kötnünk magunkat. Kirepül a maci. És meghal. A program nem csak a gyerekeknek szól, rajtuk keresztül a felnőtteknek is. Pár napon belül sok-sok szülő fog otthon dorgálást kapni, mert valamit nem úgy csinál, mint ahogy most a gyerekek megtudják, hogy hogyan helyes. És ha egy szülő felelősségteljes, akkor ezen el fog gondolkozni, változtat azon, és még jobban oda fog figyelni. És azért mondom, hogy ez bár egy gyermekrendezvény, és alapvetően a gyermekek biztonságát szeretnénk növelni, ugyanakkor megszólítani a szülőket, a felnőtteket szeretnénk ezzel a programmal is. És a felnőtteknek is van mit tanulniuk. A Kressz ismereteknek az elavultsága sajnos még mindig jellemző, bár az a program, amit a közlekedési hatóság második alkalommal indított el, ez az úgynevezett Tanulóknak Hú nevű program, amelynek során több százezer ember az jutottunk el e-learninges képzésen keresztül. Ez lehetőséget adott azon személyek részére, akik szerették volna felfrissíteni a Kressz tudásukat. Utóbbi 5 évben történt Kressz módosításokat dolgoztuk fel ebben az e-learning tananyagban, és ezáltal nagyon sok ember, nagyon sok aktív gyakorló járművezetőhöz juthattak el ezek a szabálymódosítások. A gyerekek a játékos feladatok során is sokat tanultak Zánkán. A sötétségben óvatosan kell biciklizni, és hogy jobban látható legyen az ember, fényvisszaverőket kell hordania. Például mellint, kar, vagy táskákra, hogy a táblák mit jelentenek, és hogyan kell az úton közlekedni. Magyarországon az ezredforduló környékén még évente 1200-an haltak meg az utakon. Tavaly kevesebb, mint a fele, 592-en lettek közúti baleset áldozatai. Hát a gyerekbalesetek száma még nagyobb mértékben csökkent, és ami még örvendetesebb, az az, hogy a halálos gyerek áldozatok száma is nagyon nagy mértékben csökkent. 2000 év környékén évente 50 gyerek halt meg Magyarországon közúti közlekedési balesetben, a tavalyi évben pedig 80. Én azt gondolom, hogy ez egy igen jelentős javulás, és persze a 8 is nagyon sok. Azért dolgozunk, akik a közlekedésbiztonság területén munkálkodunk, hogy egy gyerek se veszítse életét Magyarországon ilyen értelmetlen körülmények között. A gyerekeket játszva lehet a legjobban tanítani. Ilyenkor úgy tanulnak, hogy észre sem veszik. Nagyon szívesen használják ezeket a parkokat, akár önállóan, akár hogyha csoportosan mennek el. Ebből a szempontból biztos, hogy sok hasznát veszik, és hogyha ezt ők a gyakorlatba is át tudják ültetni, és már pedig erre számtalan példa van, akkor már nem ment veszendőbe az a munka, amit eddig tettek a Kressz parkok kiteljesedése ügyében. Zánkán idén harmadszor rendeztek közlekedésbiztonsági napokat. Az ötletgazda a közlekedésért felelős helyettes államtitkár, aki a mai napig részt is vesz a rendezvényen. 2010-ben azt gondoltam, hogy én gyerekként nagyon sok élményt kaptam itt Zánkán,
többek között az úttörő közlekedési rendőrprogramba, akkor én közlekedésre neveléssel kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy a mi gyerekeink legalább annyi élményt hadd kapcsolassanak, amit akkoriban mi kaptunk, és nagyon nagy élmény látni, amikor a családok együtt töltik ki a teszteket, vagy együtt vesznek részt a ügyességi versenyeken, akár kerékpárral, akár másként. Nagy élmény látni őket a szimulátorban, vagy a egyéb interaktív közlekedésbiztonsági kis programjainkon. Köszönöm a figyelmüket, ez volt már a Közlekedés 21. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is látogassanak el weboldalunkra, vagy keressenek meg minket a Facebookon. Viszontlátásra!